dicsőítés, éneklés, ahogyan a mi roma testvéreinkkel együtt magasztaljuk az Urat, hiányzott, és jó volt hallani, amikor megérkeztem, hogy dicsőítitek az Úr Jézust. A tegnap este, amikor együtt voltunk a karcagi testvérekkel, Kornya testvérünk, akit szeretettel köszöntünk körünkben, elmondta a szolgálatában, Karcagon, hogy a mennyországban az egyik dolog, amit fogunk csinálni, több minden van, de az egyik dolog, hogy fogjuk dicsőíteni és magasztalni az Úr Jézust. Írja a Jelenések könyvében Isten igéje, hogy méltó megöletett bárány, hogy vegyen tisztességet, dicsőítést, magasztalást, mert győzött, és ezért nagyon fontos, hogy már itt a földi életünkben, a gyülekezetben is, és nem csak a gyülekezetben, de az otthonainkban is, a magányunkban is dicsérjük és magasztaljuk az Úr Jézus Krisztus. Azt mondja Isten igéje, hogy Isten jelenléte hol van? A magasztalások, a dicsőítések, az éneklések között. És ezért jó volt hallani, amikor megérkeztem, hogy magasztaltátok az Urat, dicsőítettétek az Urat, legyen áldott az Úr. Ezen az estén szeretném köszönteni még egyszer körünkben Kornya Dániel testvérünket. Halleluja! Kornya testvérünk, annak a Kornya Mihálynak a dédonokája, akiről már többször elmondtam történetet testvérek nektek, aki az itt elindult baptista missziónak volt az úttörője, az első baptista volt Szalontán, Erdélyben, mert ők ott laktak, a család, testvérünk is a családja onnan származik, Szalontáról, és a család ott lakott, és az a Kornya testvérünk egy német misszionárussal került kapcsolatba, Bibliát vásárolt, Meyer Henriknek hívták azt a misszionárus testvérünket, aki úgy, mint az első keresztények, hittek, bemerítkeztek és betöltekeztek az Isten szent lelkével. Ugyanúgy gyakorolta ő is, és ez a Kornya testvérünk is rajta keresztül jutott hitre, illetve olvasta a Bibliát, amit megvásárolt. Emlékszem rá, talán a déd nagymama el tudta mondani a családban annak idején testvéreinknek is, amikor Kornya testvérünk, hiszen ő gazdálkodó ember volt, szőlőjük volt, kertjük volt, és kiment tavasszal, hogy kapálja a szőlőt, hogy megtisztítsa a gasztót. Igen ám, de amikor kiment, elkezdte olvasni a Bibliát a szőlőbe, és annyira lekötötte az ige, az Úr közelsége és Isten szava, hogy nem tudta abba hagyni, és olvasta, és olvasta. És olvasás közben felismerte az ő életét, felismerte az ő bűneit, felismerte Isten szeretetét, felismerte Isten érintését, vonzását. És akkor hazament, és akkor a Kornya mama, a Kornya néni mondta neki, hogy Mihály, van még sok, azt mondja, sok munka. Mert azt mondja, most már 5 napja jársz ki máskor.